Most a kormánymozgatáshoz szükséges torziós rugókat fogjuk elkészíteni, illetve beragasztani. Készítsük elő a szükséges alkatrészeket, illetve kellékeket. Első lépésben hajlítsuk meg a torziós rugót. Fektessük az acélhúzal végét a vonalzóhoz, mérjünk rá 1 centit, és hajtsuk meg lapos fogóval 90 fokba. Ez lesz a rugó egyik lába. A hajlítástól 35 mm-re fogjuk meg a húzalt a fogóval, úgyhogy a láb a fogó pofájával egy vonalba legyen, majd hajtsuk el a húzal alsó felét 90 fokkal merőlegesen a fogóra. És csípjük el a húzalt 1 cm-re a hajtástól. Kettő darab ilyen rugót kell készítenünk. Rámérünk körülbelül 1 centit, elhajtjuk 90 fokba, majd 3,5 centire, még egy hajlítás. Most pedig kialakítjuk a rugók helyét a vezérsíkokba. Most 90 fokba billentsük ki a kormányfelületet, és helyezzük rá a rugót, úgyhogy minden láb a felülethez simuljon. Igazítsuk el, hogy a rugó közepére essen a kormányemelőkar. Most egy filccel jelöljük fel a rugó egyik lábát. Szúrjunk bele egy gombos tűt, pontosan merőlegesen a balza élére. Fontos, hogy minden irányba merőleges legyen a szúrás. És toljuk be körülbelül 1,5 cm mélyen. Majd húzzuk ki, és illesszük a helyére a rugót. Ha ez megvan, akkor jelöljük át a rugó másik lábát az álló részre. Szúrjunk oda is egy gombos tűt. Minden irányba merőlegesen szúrjuk be a balza élébe. Fontos, hogy pontosan az él középvonalába kerüljön ez a furat. Akkor hajtsuk meg ismét 90 fokba a kormányokat, és illesszük be a rugó lábát a furatba, és toljuk be a helyére. Most láthatjuk, hogy elkezdett működni a torziós rugó. Egyik irányba a rugó húzza a kormányfelületet, míg majd a másikba a szervó fogja. Ezzel az egyik kormányfelület el is készült. Ugyanezt kell megcsinálni a vízszintes vezérsíkkal is. Tehát 90 fokba felhajtjuk a kormányfelületet, és a rugót odaillesztjük a vezérsíkra. Elővesszük a filccet, és megjelöljük a rugó egyik lábát. Majd visszahajtjuk teljesen a álló részre a mozgó részt, és a balza élébe beszúrjuk a gombos tűt, pontosan 90 fokba. És elkövettem egy hibát, itt jól látható.
Ha ferdén szúrjuk be a gombostűt, akkor sajnos ki tud jönni a felületen. Ilyenkor egyszerűen csak húzzuk vissza, és szúrjunk egy újabb lyukat, mondjuk egy 2 mm-rel lentebb. És igyekezzük a merőleges tartani. Most dugjuk bele a rugónak a lábát, és jelöljük át a másik lábat az álló részre. És oda is szúrunk egy lyukat, majd billentsük vissza a 90 fokba a kormányfelületet és a rugó lábát, illesszük be a helyére. Kicsit kintebb lehet húzni ezt a másik lábat, és akkor könnyebben be tudjuk csúsztatni. És látható, hogy már működik a rugónk. Most már csak be kell ragasztani őket. Ez nagyon egyszerű. Készítsük elő a rugókat egy picikét, egy 2 mm-t kihúzzuk a helyéről. Így kihúzzuk a rugókat a vezérségből, mind a kettőből. És készítsük elő a aktivátorsprét. Nyomjunk egy csepp pillanatragasztót egy kartonlapra, és egy fogvályóval egy-egy cseppet vigyünk fel a rugóknak a lábára. Ha ez megvan, akkor egy határozott mozdulattal toljuk be a helyére. Fontos, hogy viszonylag gyorsan toljuk be, mert hogyha lassan csináljuk ezt, akkor félúton megköthet a ragasztó, és akkor nem tudjuk betolni a rugót a helyére. Egy kis aktivátorsprével fixáljuk, és ugyanezt megcsináljuk a másik rugónál. Egy kis pillanatragasztót fölkenünk a rugólábra. És egy-egy határozott mozdulattal betoljuk a helyére. Ott egy kicsit oda is kötött nekem. És egy aktivátorsprével ezt is rögzítjük. Most ellenőrizzük le, hogy a kormányok kimozdulnak-e megfelelően. Előfordulhat, mint itt nekem is, hogy nem toltam be rendesen a rugót a helyére, és ott egy picit bizony a bal zalabba felakad. Neki feszül tulajdonképpen, és emiatt a kormány az nem tud eleget nyílni abba az irányba. Erre a helyzetre a megoldás rém egyszerű. Fogjunk egy snitzert, és ott, ahol a rugó van, egy picikét mélyítsük meg a balzát. És akkor már is el tud mozdulni a kormányfelületünk a kívánt mértékben. Leellenőrizzük a vízszintes vezérsíkot is, ez tökéletes. Ezzel elkészült a torziós rugók beragasztása, most már fölragaszthatjuk a farokcsőre a vezérsíkokat.